Több mint 100 éve még járási bíróság és börtön is volt a Sárospataki Esze Tamás iskola épülete, azóta főként oktatási célokra használták az ingatlant. Most egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően teljesen felújítják és átalakítják. A mögöttem látható Esze Tamás épülete Sárospatak belvárosában egy közel 200 milliós ingatlan. Az önkormányzat 2011-ben még arra is gondolt, hogy megpróbálja értékesíteni ezt a drága ingatlant, azonban egy sikeres pályázatnak köszönhetően inkább felújítják. Ez az épület lesz vélhetően 2013. január 1-től a járási székhely központja. Erről szóltak a hírek május elején. Most már az is tudható a közbeszerzési eljárás lezárása után, hogy egy helyi vállalkozás kaphatja meg a kivitelezési feladatot. Erről a ma reggeli rendkívüli testületi ülésen döntött a Sárospataki képviselőtestület. Három talpon maradt pályázóból most a bírálóbizottság javaslata, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolító cégnek a javaslata alapján egy sárospataki vállalkozót, az épszerzéértét bízta meg a képviselőtestület ennek a munkálatnak a megkezdésével és az elvégzésével. Ha minden simán megy, akkor július első napjaiban át tudjuk adni a munkaterületet. A kivitelezőnek gyorsan és nagyon pontosan kell majd dolgozni. Pótmunkákra nem nagyon lesz idő, a kivitelezés végső határideje ugyanis december 31-én lejár. Emellett, ha januártól a közigazgatási változások hatályba lépnek, a járási székhelynek is ez az épület ad majd otthont.